A bazilika melletti parkolóból vitték a dobótérre a kettős keresztet, amin a Rita templom előtt állították fel. Nézz a keresztre, meg tudod, ki vagy, ez az egyik üzenete a Jobbik szerint a kettős keresztnek. Mirkóczki Ádám, a Jobbik országgyűlési képviselője azt mondta, pártjuk szinte alakulásától kezdve fontosnak tartja, hogy a településeken ott állítsanak föl kettős keresztet, ahol a leginkább tombol a karácsonyi láz. Ők ezzel arra hívják fel a figyelmet, a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe nem az ész nélküli vásárlásról szól, nem így kell megmutatni, hogy kit mennyire szeretünk. Mirkóczki szerint a karácsonyt és a szeretetet a lelkünkben kell megélni, nem külsőségekben. Ez az adventi időszak elsősorban egy lelki várakozásról, egy lelki feltöltődésről kellene, hogy szóljon, nem pedig arról, amit itt Egerben is és országszerte is a települések központi terein láthatunk, hogy egy elképesztően gicses, pusztán vásárlásra silányult időszakká tették. Az országnak, a nemzetnek egy közösségé kellene válnia, fogalmazott az országgyűlési képviselő. A szeretet, a kötődés nem korlátozódhat csupán a legkisebb közösségre, a családra. Ez most nincs meg, mondta Mirkóczki, sőt a társadalom megosztottsága évről évre fokozódik. Legalább 40 ezer éve karcolják itt a Kárpát-medencébe, a kövekbe a kettős keresztet. Dr. Pócs Alfréd, a Honfokos Szövetség elnöke a jelképek fontosságáról beszélt, kiemelte azt is, egyek vagyunk Istenben és a magyarságunkban.